Sok ember tulajdonképpen egész állónap ül, hiszen reggel utazik tömegközlekedéssel a munkába vagy az iskolába, ott aztán megint csak ül egész nap, ülve utazik hazafelé, aztán este hazaér, leül a tévé elé, vagy leül a kanapére, vagy leül az ágyába, okostelefonozik, tévézik, laptopozik, sorozatozik, és így tovább, tehát egész állónap ül. Kutatók régóta vizsgálják ezt a kérdést, és erőteljes kapcsolatot is találtak egyébként a sok ülés és az elhízás, illetve a különféle szívbántalmak, szívbetegségek között, viszont arra is kíváncsiak voltak, hogy ez a sok ülés vajon hatással lehet-e arra, hogy általánosságban megfigyelhető egyfajta szorongás növekedés a társadalmunkban. 9 kutatás eredményét nézték át, és arra jutottak, hogy tényleges kapcsolat lehet a sok ülés és az megemelkedett szorongás között. Ez pedig azért is probléma, mert a szorongás okozhat alvási zavart, inaktív szociális életet, anyagcsere problémákat, és még számos más problémát, ráadásul ezek a problémák még más, számos más problémát is okozhatnak. Szóval, hölgyek, urak, tessék megmondani a főnöknek, hogy a cigiseknek jár az óránkénti 5 perc füstölés, akkor nektek is jár óránkénti 5 perc mozgás, ugyanis a sok üléstől rosszul fogtok aludni, szorongani fogtok, anyagcsere problémáitok lesznek, mindenféle bajotok lesz, és emiatt macsak szar munkát fogtok leadni, úgyhogy mindenkinek jobb, hogyha kicsit felállhattok. Álljon fel mindenkinek! Álljon fel mindenki, úgy értem.